A tacskókat kutya bőrbe bújt Napóleonként is emlegetik. Önök láttak már 143 tacskót egy helyen? Ha nem, akkor most jól figyeljenek. Ott voltunk Gyulán, ahol összegyűlt az ország színe java, kit cápának, kit pedig darázsnak öltöztetett a gazdia. Mi pedig ámultunk és bámultuk, elolvadtunk a látványtól. A tacskókról köztudott, hogy makacsak és önfejűek. De az apró és csempás tarpancsúkkal, vagy a vésli alakú testükkel kivétel nélkül mindenkit levesznek a lábukról. Anyám azzal a***t, hogy büdös mennyit szagom van, úgyhogy valószínűleg nekem készül a felnesz fürdővíz. Viccesebbnél viccesebb TikTok videókkal van tele az internet. Van olyan már influencernek is mondható tacskó, akinek a gazdája bizony ezekből a videókból él. Menjél, mutasd meg, megvárunk. Na, és most erre még büszke is vagy? A tacskó tehát még mindig az egyik legnépszerűbb kistestű kutyafajta, amiről ezer jelnevezés is árulkodik. Tacskó, tacsi vagy vésli kutya. Ezek mind-mind a kicsi, ám de annál nagyobb hívű vadász elnevezései. Van még a tacskót tartani, mivel tényleg nagyon okos kutyák, és van egy személyiség, és tényleg olyan, mintha emberek lennének ők. Egyre több embernek van tacskója, és nem nézik azt az oldalát egyébként, hogy alapvetően mire lett kitenyésztve, hogy a vadászatra, és sokan meglepődnek utána, hogy ás a kutya, és mindig megy a szagok után, és szerintem mindig nagyon fontos az, hogy megnézik, hogy mire lett szelektálva, és úgy választjuk ki a kutyát magunknak. Bármennyire is megesne egy édes tekinteten a gazdik szíve, bizony a következetesség a kistestű kutyáknál is ugyanolyan fontos, mint a nagyobb bebeknél. Standard, törpe, hosszú vagy szákásszörű tacskó. Ezekből összesen 143 gyűlt össze Gyulán a tacskó találkozón. Lulu például egy 2,5 éves kanincsen méretű tacskó, akit a gazdája különböző trükköket tanított meg. Minden kis makacsága ellenére szerintem nagyon jól sikerült megnevelnem. Jártunk vele folyamatosan kutyasuliba, és mindig odafigyeltem arra, hogy következetesen neveljem. Cuki! Cuki! Csenge! Csenge! A szépségversenyre 76-ot, a futóversenyre 43 tacskót regisztráltak. 56 olyan négylábú volt, aki egyik versenyszámban sem vett részt, csak jelen volt. A szervezők szerint évről évre egyre több érdeklődőt vonz a tacskó találkozó. Ezzel bizonyítva azt, hogy bizony divat kutyafajtában nőtte ki magát. Létrehoztunk egy kabala figurát, amely az utolsó itt született almási leszármazott elmondás szerint családkedvenc volt egy tacskó, ezért választottunk egy tacskó figurát erre a múzeumpedagógiai foglalkozásra, és ha már van egy kabala figuránk, egy rajzolt tacskó figuránk, úgy gondoltuk, hogy megpróbáljuk tacskó találkozóval is népszerűsíteni a gyermekek és egyáltalán a látogatóink számára. Másodpercek alatt gyorsult fel ez a tacskó, óriási sebességgel érkezett meg a gazdájához. Ez már a futóverseny. Cuki, mint egy igazi nagy nyugati ló, úgy vártatott. De nem mindenki ér célba ilyen könnyedén. Amíg Fahéj is csak a gazdája segítségével találta meg a megfelelő irányt, addig Magyi figyelmét elterelte a simolos játéka. A tacskó találkozó vörös szőnyeges vonulásán pedig megcsodálhattak a gazdik olyan ruhakörteményeket, mint az ikonikus hotdog, cápa vagy tarázsi elmez. De a rózsaszín vagy pöttyös tűlszoknya mellett még volt hawaii-es tacskó is. A nap legszebb négy lábúja pedig picó lett. Ő nagyon makacs, ez most csak a látszat, hogy ennyire nyugodtam, úgy már otthon meg nagyon rossz. Hiába tehát a csillogó szemek és a csöpi lábak, a tacskókkal bizony otthon minden gazdinak meggyűlik a baja. Egyébként!
vagy önfejű kutyus, és hát meg kell törni, de megéri.